Ti vagytok a mi márciusi ifjaink, a melósok, akik rabszolgabérért dolgoznak, de mégis építik ezt az országot. A rendvédelmisek, akiktől elvették a szolgálati nyugdíjat, de ők mégis védik a hazát. Március ifjak, a tanárok, akik ha kell, sztrájkolnak a gyermekeinkért, és amikor a kormány megfenyegeti őket, akkor nem visszavonulót fújnak, hanem polgári engedetlenséget hirdetnek. Büszke vagyok rátok, kollégák! Igen, én is. Március ifjak, a nyugdíjasok is, az örök ifjak. Igen. Akiktől már szinte mindent elvettek. Pénzt, egészséget, unokát. De mégis erőt adnak nekünk, ha kell egy jó szóval, ha kell egy öleléssel. Amikor én járom az országot, úgy érzem magamat, mintha több ezer nagymamám lenne, annyi szeretetet és ölelést kapok tőlük, úgyhogy köszönöm szépen. Nagypapád vagyok én is. Március ifjak, az egészségügy dolgozók, az ápolók is, akik egy nappal látéve küzdenek azokért, akiket nem a betegségől meg, hanem a várólista, a kormány. Évente ebben az országban 30 ezeren halnak bele a szétvert kórházakba. Ők az Orbán rezsim valódi áldozatai, mert a lopott pénzt vissza fogjuk tudni adni ennek az országnak. De az elhunytakat nem. A jóisten majd talán megbocsátja ezt a Fidesznek, de és soha. Ne legyen több áldozata az Orbán rendszernek. Nincs még 4 éve ennek az országnak ahhoz, hogy túléljük ezeket a gazembereket. Április 3-án győznünk kell! Igen. Pofára kell ejteni Orbán Viktor. És eltársadik. De nagyon. Március 15-én győztek a 48-asok. Április 3-án győzzenek a 22-esek. Mert felnőttünk a feladathoz. Felnőttünk ahhoz a feladathoz, amivel ti bíztatok meg bennünket. Megteremtettük Magyarország történetének legnagyobb ellenzéki egységét, és hiszem azt, hogy az az ország, ahol egy sokszínű ellenzék képes ilyen szinten összefogni, az az ország csodákra képes, az az ország lehet olyan, mint amilyen mi vagyunk, egységes, de sokszínű. Igen. Elég volt a Fidesz egyhangúságából. Elég volt abból, hogy ebben az országban 12 éve egy ember dönt életről és halálról. Elég volt a lopásból, elég a hazudozásból, a néphűítésből. Elég volt Putyin kiszolgálásából, az unió szétveréséből. Putyin vagy Európa? Igen. Háború vagy béke, kelet vagy nyugat? Ez a kérdés, választhatok! Nyugat.